A tapasztalat az, hogy Cegléden mindig nagy sikere van a különleges esti programnak, vagyis a múzeumok éjszakájának. Valamiért az éjszakának varázsa van, és ilyenkor ellátogatnak hozzánk sokan. És ami különös talán, de 9 éve ez is tapasztalat, rengetegen jönnek gyerekek. Ezért készülünk mindig külön gyerekfoglalkozásokkal. Nagyon jó, ha már fiatalon elhozzák a gyerekeket a múzeumokba, hiszen így értékekkel gazdagodnak. Egy élmény lesz, amit felnőtt korában is elvisz. Ez megint a tapasztalat, bizony sokan megállítanak az utcán, hogy emlékeznek arra, hogy itt voltak, emlékeznek arra, hogy mit mondtam, emlékeznek arra, hogy elmentem hozzájuk és megdicsértem őket, ez éppen nem olyan régen történt, és hát sose lehet tudni, hogy egy gyerek pályájához mivel járulunk hozzá egy ilyen esemény alkalmával. A Kossuth Múzeumban különböző játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, kvízekkel, előadással várták a látogatókat, de egy másik helyszínen, a Tékaféban is különleges programokkal készültek a vendégeknek. Mi most a kávézónkkal gondoltuk, hogy egy kicsit nem a múzeumokra, hanem a helytörténet fontosságára, egyéb érdekességekre, hiszen itt nálunk még szódakiállítás is van, hívjuk fel a közönség figyelmét, és hát egyben a Tékafénak a kerthelyisége most nyílik, erre az estre egy kicsit itt kiköltözünk a ház elé. Egyebek mellett régi ritka képeslapok tárlata, valamint a Magyar Honvédség, Rendőrség és Tűzoltóság karjelzéseiből összeállított kiállítás várta a látogatókat. Az est hangulatát zongora játékával Mester Dávid és Táncos Tibor tette még szebbé. Az irodalmi kávéház tovább terjeszkedett, hiszen hangulatos kiülőhelyiséget alakítottak ki a könyvtár előtt. Nagyon jók a visszajelzések, de még mondanunk kell, hogy van ilyenünk, hogy Tékafé. Sokan nem tudják, szeretnénk, hogyha minél többen tudják, és most ez a múzeumok éjszakája, reméljük, hogy ez alapján is többen ismerik meg ezt a szolgáltatásunkat is. A különleges esti rendezvényen, a Kossuth Múzeumban, az Evangélikus Templomban, a Dob Múzeumban, a Sport Múzeumban, az Iparosok Székházában, az Artem Galériában, a Régi Idők Tárházában, a Mózes Öntött Vaskája kiállításon és a Tékafé irodalmi kávéházban várták a vendégeket.